Tarthatatlan a migrációs helyzet Bosznia-Hercegovinában, a helyieknek elfogyott a türelmük, ezt jelentették be tegnap a térség operatív törzsének vezetői, akik az egyre súlyosabb migrációs helyzet miatt tanácskoztak. Az ország nyugati részében több ezer bevándorló zsúfolódott össze, akik nem tudnak tovább menni. A számukra kijelölt befogadóközpontokban pedig már nem férnek el, így egyre több a konfliktus. A térség vezetői most ultimátumot adtak a kormánynak. Ha 10 napon belül nem segítenek rendezni a helyzetet, kiürítik a táborokat. 2000 migráns tartózkodik jelenleg a bihácsi befogadóközpontban. A környéken ez a legnagyobb kapacitású tábor, még sincs mindenki számára elég hely. Jelenleg 500-al többen vannak bent, mint amennyien elférnének. Így rendszeresek a konfliktusok, legutóbb pénteken este csaptak össze a migránsok, ágyakból kiszerelt vasrudakkal, kövekkel, botokkal, poroltókkal ütötték egymást. Egy afganisztáni férfi ellopta egy pakisztáni mobiltelefonját, ez okozta a konfliktust, így az afgánok összecsaptak a pakisztániakkal. Mesélte az egyik migráns, aki arról is beszélt az M1-nek, hogy a központban már mindennaposak a verekedések. A legtöbb esetben az okozza a konfliktust, hogy a bevándorlók meglopják egymást. A környéken élők hónapok óta panaszkodnak az egyre romló közbiztonság miatt. Azt mondják, mindenki tart a migránsoktól, akik sötétedés után ellepik az utcákat, így ilyenkor a helyiek már nem mernek kimenni. Nem érezzük magunkat jól, rossz a helyzet, nem tudom, mit mondhatnék. A biztonságunkat és az értékeinket is féltjük, mondja egy nő. A helyzet folyamatos romlására a hatóságok is figyelmeztetnek. Szombaton és vasárnap, tehát csak 2 nap alatt Bihács területén 17 bűncselekményt követtek el migránsok, hangsúlyozta a kanton rendőrparancsnoka. Boszniában kedden ismét összeült a migrációval foglalkozó operatív törzs. A megbeszélést követően leszögezték, elfogyott a türelmük, az unoszan a kanton megtelt, nem tudnak több migránst befogadni. A térség vezetői a kormánytól várnak segítséget. Egyebek mellett követelik, hogy a hatóságok akadályozzák meg a migránsok ellenőrzés nélküli beáramlását, valamint minden problémás bevándorlót szállítsanak el a térségből, és helyezzék őket zárt központokba. A kormány nem intézkedik, így nekünk radikális lépéseket kell tennünk. Az első helyen áll a saját lakosságunk biztonsága, méltósága és egészsége, szögezte le a kanton miniszterelnöke, aki hozzátette, ha kéréseiket 10 napon belül nem teljesítik, az unoszan a kanton vezetősége ki fogja üríteni az ideglenes befogadó központokat, és megtiltja a migránsok jelenlétét a környéken. A helyzet rendkívül nehéz. Mivel a szárazföldi migráns útvonalon fekvő országok lezárták határaikat, Bosznia-Hercegovina került nehéz helyzetbe. Erről beszélt Nógrádi György az M1-en. A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, Európának kötelessége a saját biztonságának védelme. A problémát azonban helyi szinten, csak Boszniában nem lehet megoldani. Ráadásul a migránsok előbb vagy utóbb új útvonalakat fognak keresni. Nyilvánvaló az, hogy a balkáni útvonal él. Nyilvánvaló az, hogy az embercsempészeknek ez a világ egyik legjobb üzlete, erről lemondani nem fognak. Ha lebukik 20 embercsempész, a helyre áll 30. Tehát amíg én az okokat nem tudom felszámolni, amíg nem tudom megvédeni a török-görög határt, amíg nem tudom rákényszeríteni a görög kormányt, hogy végre viselkedjen úgy, mintha a NATO és Európai Unió tagja lenne, addig ez folytatódni fog. Nógrádi György hozzátette, tavasszal újabb hullám indulhat meg Európa felé. A jelenlegi európai előrejelzések szerint Afrikában mintegy 50 millió ember kész arra, hogy útra keljen. Hozzátette, ha ez bekövetkezik, akkor teljesen új biztonságpolitikai helyzet állhat elő. Már is kapcsolunk Boszniába, Pető Attilához a további információkért. Szervusz, mit mondanak a helyiek, mitől lett ennyire tarthatatlan a helyzet, illetve milyen további követeléseik vannak? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Rengeteg bűncselekmény kötődik a migránsokhoz itt az Unaszana térségben. A helyiek folyamatosan arról tesznek bejelentéseket, hogy betörnek a házakba, feltörik az autókat, kirabolják őket. Kritikus a helyzet a befogadó központokban is, a különböző népcsoportok ugyanis folyamatosan összetűzésbe keverednek, és ezek az összetűzések sokszor véres tömegverekedésekbe torkollanak. A helyiek attól is tartanak, hogy ezek a tömegverekedések ki fognak kerülni, kiköltöznek úgymond az utcákra, és esetleg ők is áldozatul eshetnek egy-egy ilyen tömegverekedésnek. Emellett problémát jelent az is, hogy már most jóval több migráns tartózkodik itt a térségben, mint amennyit a hatóságok el tudnak szállásolni, és a tavasz beköszöntivel attól tartanak, a számuk csak növekedni fog, még többen fognak érkezni, ezért fogalmazták meg ezeket a követeléseket, ezért követelik ezeket a sürgős intézkedéseket. Pető Attila, köszönjük szépen!